Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgoló is vala videóban. Ma egy szép háromszögkendőt hoztam nektek, nagyon egyszerűen meghorgolható rövid válcákból és láncszemekből áll. Wooly Hux fonalat használtam hozzá, amelyet mindjárt be is mutatok nektek. A hatos horgoló tümmel horgoltam, nagyon egyszerű és jó lazán horgoltam. Nagyon szép kendő nyára és tavaszra. Kezdjünk is hozzá ezzel a szép fonallal, ez itt a Wooly Hux Kashmir nevű fonala, 78%-ban pamutból, 14%-ban poliamidból és 8%-ban kasmírból áll, 50 g-os és 190 méteres a gombolyag, tehát egy nagyon könnyű fonalról van szó. 3,5-4,5 tűt ajánlanak hozzá, én viszont egy kicsit lazábban fogok horgolni, a 6-os tűmet fogom hozzá használni, amelyet már láthattok is itt. A színkód pedig a 67-es. Most kiveszem a címkét a fonalból, és már hozzá is kezdek a munkához. Megkeresem a fonal elejét itt középen, megfogom a fonal elejét, és mágikus körrel kezdem a munkát, tehát előrehozom a fonalat ezen a körön keresztül. Felveszek 3 láncszemet, 1, 2, 3, ezután horgolok egy rövid pálcát a körbe, majd egy láncszemet, és még egy rövid pálcát. Ezután 2 láncszem következik, ez lesz a háromszög csúcsa, és már megyek is visszafelé. Horgolok megint egy rövid pálcát, egy láncszemet, és még egy rövid pálcát. Ugyanezt horgoltam itt a másik oldalon, és itt 3 láncszemmel kezdtem a munkát. A 3 láncszem egy egyráhajtásos pálca magasságának felel meg, ezért itt is egy egyráhajtásos pálcával zárom a sort. Vagyis ráhajtom a fonalat a tűre, 3 hurok van a tűn, és áthúzom a fonalat 2-n, és megint 2-n. Összefoglalom nektek, 3 láncszemmel kezdtem, ezek itt vannak elől, ezután jött egy rövid pálca, egy láncszem, és még egy rövid pálca, utána itt volt a háromszög csúcsa, 2 láncszemmel, és ugyanez volt visszafelé, tehát rövid pálca, láncszem, rövid pálca, és egy egyráhajtásos pálca. Az egyráhajtásos pálca a sor elejé 3 láncszemnek felel meg, és most összehúzom a fonal végével az egész mágikus kört. Utána pedig megyek tovább a második sorral. Megint 3 láncszemmel kezdek, minden sort így fogok kezdeni, ha ez megvan, akkor megfordítom a munkámat, ezután ide öltök le, és horgolok egy rövid pálcát. Utána horgolok egy láncszemet. Az előbb ugyebár az egyráhajtásos pálca elé öltöttem le, most pedig az előző sor láncszeme köré öltök le. Lehet, hogy nem látszik annyira, inkább érezni lehet, hogy hova tudunk leölteni. Utána jön megint egy láncszem, és már itt is vagyok a csúcsnál. Ide a csúcsra horgolok egy rövid pálcát, 2 láncszemet, és még egy rövid pálcát. Ezután visszafelé horgolok, felveszek egy láncszemet, leültök ide a láncszem köré, horgolok egy rövid pálcát, majd felveszek egy láncszemet, és már itt is vagyok lent. Itt a láncszem sor köré leültve horgolok egy rövid pálcát és egy egyráhajtásos pálcát lezárásként. Igen, tehát az utolsó, az egy egyráhajtásos pálca lesz. Rendben, ezzel meg is vagyunk. A sort 3 láncszemmel kezdtük, majd rövid pálca, láncszem, rövid pálca, láncszem. A csúcson 2 rövid pálca van, köztük 2 láncszemmel, és ugyanígy horgoltam visszafelé is. Rövid pálcák, köztük láncszemek, a sor végén pedig egy egyráhajtásos pálca. És ugyanígy horgolom meg most a következő sort is, ismét 3 láncszemmel kezdek, utána pedig az előző sor láncszemei köré leöltve rövid pálcákat horgolok, a rövid pálcák közé mindig láncszemeket horgolunk. A csúcson pedig 2 darab rövid pálca van, köztük 2 láncszemmel. Itt vagyok egy bejelentkezéssel néhány sorral később, egyre jobban látszódik a háromszög forma. Itt középen láthatjátok a 2 láncszemet,
Az előző sor láncemei köré mindig rövid pálcákat horgolunk, és mindig három láncemmel kezdjük a sort, lezárásként pedig egy egyráhajtásos pálcát horgolunk. Itt láthatjátok ezeket. Időközben elég sokat nőtt a kendő, nagyon szép lett, a szerkezete is gyönyörű, kicsit olyan fényes a fonal, és nagyon kellemes a tapintása. Most egy teljes gombolyagot elhorgoltam, a maradék fonal pedig már nem elég egy teljes új sorra. Most itt tartok középen egyébként, azt hittem, hogy elég lesz, de sajnos nem lesz elég a fonal, ezért ezt most visszabontom. Tehát erre a sorra már nem lett volna elég. A kendő körülbelül 140 cm hosszú, tehát viszonylag kicsi ahhoz képest, hogy háromszög kendő. Ha nektek úgy jobban tetszik, akkor nyugodtan elhorgolhattok hozzá még egy gombolyagot, akkor biztosan szép nagy kendőt kaptok, de ez tetszés szerint változtatható, akár másfél gombolyaggal is dolgozhatunk, kinek hogy tetszik. Itt láthatjátok, hogy hogy néz ki a kendő összefogva, tényleg szép fényes a fonal, és a kendő szerkezete is nagyon jó. Most pedig elvágom a fonalat. Utána kihúzom, és elvarrom. Itt is van az olló. Ezt majd elvarrom. Utána már teljesen kész is lesz a kendő. Szerintem nagyon szép lett, és remélem, hogy nektek is tetszett a kendő, a videó. Ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis csengőre is.